2016-ban is megrendezte hagyományos bálját a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete. A február 13-án megtartott eseményen Kubatov János, az est házigazdája köszöntötte a közel 130 vendéget a Székely Bertalan Művelődési Házban, majd felkérte Oroszi Sándort, Szada Nagyközség polgármesterét, hogy nyissa meg a bált. Ez az egyesület éves szinten, én ezt minden évben el kell, hogy mondjam, nem csak azért, hogy ismételjem önmagam, rendkívül módon összetart, rendkívül módon teljesít, tehát mondjam azt, hogy ilyen egyesületi tevékenységet folytat, és arról nem beszélve, hogy minden egyes nagyközségi rendezvényen kitesznek magukért, segítik a rendezvénynek a előkészületeit, a végrehajtását, minden olyan dologban ott vannak, ami a nagyközség érdekeit szolgálja. Ezen kívül még el kell, hogy mondjam a csapatról, hogy nagyon sok köztük a polgárőr, akik önzetlenül ugye járőrszolgálatot vállalnak azért, hogy a településnek a biztonsága és a rendje hát megfelelő legyen. Hát mindezek után én hadd mondjam, hogy tisztelettel köszöntöm ezt a kis egyesületünket, és most ezzel hivatalosan megnyitom ezt a bált, és érezzék jól magukat. Isten áldja önöket! A Szőlészeti és Borászati Egyesület elnöke Paulovics László egy ajándékkal köszönte meg a polgármesternek az egyesület iránt tanúsított segítséget, támogatást. A megnyitót követően Budapestről Bodnár Ferenc, az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára és két tanítványa, Kis László és a Szadai Bristyán Zolta citera muzsikával szórakoztatták a közönséget. Vérpesdítő dalaival Rupa Ilona viadukdíjas cigánynóta énekes teremtette meg az est mulatós hangulatát. Gyere velem, gyere lesény, te vagy az életemben a fény, szívemet kitárom, szerelmem bezárom. Gyere velem, gyere lesény, te vagy az életemben a fény, szívemet kitárom, szerelmem bezárom. Gem is posávom ujjákot, tajásám a gem is tók. Kámes jössz ki kamágyi, mám gépirám, mit látta ide, mám jatta látta ide, mám. Húzsa revo vipemel, mám gebojka den. Szakó neszka vojpemel, fené mám kamel. Aztár mám tajáme kusé, de soká gele balegyüden. A
A bál fő eseménye ezúttal is a borverseny eredményhirdetése volt, melyen kistermelők 2015-ös új borai mérettek meg. A versenyre 59 féle borral neveztek a gazdák. Volt rozéborunk, valami 8 fő nevezett belőle, abból 3 helyezett volt. A legnagyobb helyezés nem volt, mert nem ért el a megfelelő pontszámot, de attól még kiosztottuk a sereget hozzá. Fehérborunk volt 20 darab, abból meg nem mondom per pillanat hány darab bronzos, ezüst meg aranyérmes volt, meg volt vörösborunk, nagyon erős volt a vörösbor mezőny. Hány fős volt a zsűri, kik voltak benne? 2 fő vett részt, volt a Gödöllői borellátónak a főnöke, meg a Bíró Tamás nevű veresegyházi lakos, aki éppen bor nagykeresre foglalkozik. Az eredményhirdetésen rozé kategóriában 3 bronz, fehérbor kategóriában 5 ezüst és 9 bronz, míg vörösbor kategóriában 12 ezüst és 4 bronz díjat osztottak ki. A kategóriák legjobbjait serleggel jutalmazták. A vörösborok között Juhász Nándor Zweigelje, míg a fehérboroknál Varga József olasz rizlingje szerzett aranyminősítést. A Kosdi Borbarátok Társasága külön díjat ajánlott fel a borversenyre, melyet Megyeri István elnök adott át Tőkés Attila versenyzőnek. Ezen felül a nevezők között egy vándorserleg is kiosztásra került, melyet Kovács János szadai borgazda vihetett haza. A nevezők honnan érkeztek? A nevezők Kost, Verőce, Vászent László, Gödöllő, Veresegyház, Szada, nagyközségben. A verőcei borbarátok, 2006-ban alakultunk, most vagyunk 10 évesek. A bor minőségét, meg a boroknak a finomságát csiszoljuk, mert a verőcei borok azok direkt termő borok voltak, máshonnan hozzuk a borokat, és ezeket visszük versenyre is. Az egyesületnek 20 tagja van, ebben van nyugdíjas, van a verőcei csatogóvölgyi szabadidő központnak a vezetői vannak benne. Jóformán a falunak a krémje van benne. Több borversenyre járunk, egy évben járunk 6 borversenyre. Vácra, a Kosdra, Szadára, Nagymarosra, és úgy ismerkedtünk meg, Kosdon ismerkedtünk meg velük. Ott meghívtak Kosdon, és úgy jöttünk át a Szadára. Nagyon örültünk neki, mert majdnem olyan a légkör, mint Verőcén, otthon érezzük magunkat. A szadaiaknak is nagyon finom boraik vannak, meg a verőcei, jó barátságba kerültünk a borral kapcsolatba. A 13. szadai borbálban a jó hangulatról Váradi Gábor és zenekara gondoskodott. Nem vagyok én olyan válogató. Tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja Ardalban, nem zörög a haraszt, ha a szémem. Éjfélkor ezúttal sem maradhatott el a tombola húzás, melyen a számos értékes tombola nyeremény mellett ebben az évben 2 fő nyereményt is kisorsoltak. Szőlészeti Borászati Egyesület egyik tagja, a Simon Tamás, olyan aktív munkát végzett, és olyan meggyőző hatással járt el a szponzorok területén, hogy erre a Szőlészeti Borászati Egyesületi bára a szponzoroktól szerzett egy ilyen wellness hétvégét első díjnak. Tekintettel arra, hogy Szada a nagyközség önkormányzata, ahogy a megnyitómban elmondtam, rendkívül módon tiszteli és szereti ezt a csapatot, az aktivitása, a munkája, összetartása miatt úgy döntött a képviselő testület, hogy benyúl a zsebébe és a saját pénzéből, tehát nem nagyközségi pénzből, saját pénzéből vásárol egy wellness hétvégét. Ez azt hiszem, hogy az elismerésnek egy
olyan formája, ami önmagáért beszél, mert akkor, amikor a sajátunkat adjuk, tehát akkor ez egy tisztelet, egy szeretet, egy megbecsülés, egy elismerés. És hát ezt csináltuk, és ezért alakult ki ez a dupla wellness-es hétvége, semmi másért. A Szadai Szőlészeti és Borászati Egyesület munkájára, segítségére a jövőben is számít a nagyközség önkormányzata. A éves műsortervünkbe, a műsortervnek a technikai részébe ők, hogy úgy mondjam, bele vannak szervezve, benne vannak, vállalták és fogják is csinálni becsülettel. Tehát mi úgy terveztük a dolgainkat, hogy rájuk számítunk, és számíthatunk is az eddigi munkájuk alapján. És azt hiszem, hogy a 16 megint egy olyan év lesz, amikor évvégén úgy tudjuk őket értékelni, hogy pozitív, csillagos ötös. A Szada nagyközség vezetősége úgy szeretné, hogy úgy venne, hogy részt vegyünk, biztos, hogy részt fogunk venni. Mi is a falujai, ő is a falujai vannak, nekünk kötelességünk részt venni ezen. Az egyesület létszáma növekedett az elmúlt időszakban? Kicsit növekedett, nem sokkal, egy-két fővel, de a tagság az stabil. Stabil. Részt vesznek rendezvényeken, megmozduláson, részt vesznek aktívan a épületünk rendben tartásában. Mit tervez a 2016-os évben az egyesület? Szeretnénk elmenni Egerben. Ott van egy ismerősünk, aki éppen a vezetőbeosztásban, és ő most ajánlotta, hogy menjünk el hozzájuk egy szakmai előadásra. Kirándulásképpen szerintem meg fogjuk ejteni ezt, egy busszal fogunk menni. Csak a csúcsa csátás, hogy átsigyáros, húzzá prímás,